kívánok, szervusztok! Nagyon ügyes szereplő. Különleges vendég érkezett csütörtök reggel a Ménfőcsanaki Petőfi iskola Győzelem utcai épületébe. Győr polgármestere hozta el az iskolát csütörtökön kezdő első osztályosoknak az ingyenes füzetcsomagot, melyet az önkormányzat már évek óta biztosít a legkisebbeknek. Ez egy gesztus a város részéről, és nyilván egyfajta segítség is ahhoz, hogy még az iskola kezdésnél nagyon sok anyagi kiadás előtt állnak a családok, ezzel egy picit segítünk nekik. Illetőleg a füzeteket azt bevezettem, hogy olyan rajzok kerültek rá, amik Győr város jelképei, és a gyerekeknek egy ilyen játékos formában azért megmutatják, és így minden nap eléjük kerül például a Szent László herma, vagy például egy kakas, amelyik ugye a Győr kakas jelképe. Miért van kakas a borítóján? Így van, Győr város jelképe a kakas. Sokan ismerték már a vaskakas legendáját, az egyedi dizájnnak köszönhetően tovább bővíthetik lakóhelyükkel kapcsolatos tudásukat a fiatalok. Győrben közel 1000 elsős kezdte meg tanulmányait a város intézményeiben, kivétel nélkül mindenki részesült az írószereket, egyedi borítóval ellátott füzeteket és egyéb szükséges eszközöket tartalmazó csomagból. A petőfis gyerekek viszonzásképp verssel is készültek a polgármesternek. Szeptemberben nagynak virrad nálunk a családra, most először lépett majd be egy szép iskolába. A Petőfi iskolában 2 első osztály indult idén, csaknem 60 fővel, az intézményben pedig összesen 24 osztályban közel 550 tanuló kezdte meg szeptember 1-én tanulmányait. Ez az év számunkra az évfordulók éve lesz, hiszen iskolai névadónk Petőfi Sándor 200 évvel ezelőtt született, Petőfi emlékév, illetve 50 éve vette fel iskolánk Petőfi Sándor nevét, és pont ebben az intézményben egy emléktábla jelzi. Úgy gondoljuk, hogy ez egy jelképes indítása ennek az ünnepség sorozatnak. A tanulók számára pedig hát természetesen meglepetés szinten van, és ők is nagyon készültek rá, főleg a tanítónénik felkészítették a gyerekek. Ez pedig már az általános iskola Kisdobos utcai épülete. Itt tanulnak a felső tagozatosok. Nekik ugyan ingyenes füzetcsomag már nem jár, de a polgármester gondolt az idősebbekre is, számukra egy különleges, a városrész történelmihez kötődő kiadványt adott át. Ez egy 16 oldalas kis kiadvány, nagyon szép színes kiadvány. Ez mindenképpen egy ilyen helytörténeti jelentőségű dolog. Én azt mondom, hogy a győri gyerekek tanulják meg azt, hogy Győrben mik azok, amik az örömök és a bánatok voltak a történelmünkben, és akkor válik igazán győrivé valaki, győri polgárra, hogyha az alapvető dolgokkal tisztában van Győr városában, és miután Ménfőcsanakon vagyunk, a Ménfői csata leírását és ennek az illusztrációit a felső osztályos gyerekek mind megkapják. Ha pedig már ott járt a városvezető, szívesen beszélgetett a fiatalokkal, akik bátran kérdeztek tőle. Az osztály tehetséges rajzosai pedig papagájokról készült portrékkal lették meg a polgármestert.